Ezeknek a megmagyarázhatatlan pénzmozgásoknak egy része, biztos vagyok benne, hogy a Fideszhez köthető súlyos 10 és 100 milliárdokat érintő korrupciós ügyekkel kapcsolatosak. A másik része pedig azoknak a multinacionális, globális vállalatoknak a különböző pénzügyi tranzakciói, amelyek kihasználják azt, hogy az Orbán kormány egy olyan környezetet hozott létre Magyarországon, ahol a nagy európai multinacionális cégek elenyésző adót fizetnek. Negyed annyit se fizetnek, mint a magyar kis- és középvállalkozások. Igen, erre szoktuk azt mondani, hogy számukra ez egy igazi adóparadicsom. A magyar állampolgárok számára azonban egy tragédia, hiszen súlyos milliárdokat vesznek ki a közös zsebünkből, amit egészségügyre vagy oktatásra fordíthatnánk. Azt lehet mondani, hogy az Orbán kormány nem a magyar emberek érdekeit, nem az ország érdekeit szolgálja, hanem gyakorlatilag elvtelenül kiszolgálja a multinacionális, globális cégek különböző igényeit és érdekeit. A demokratikus koalíció, mint ahogy már korábban is említettem, ennek azt a megoldást javasolja, hogy vezessük be európai szinten az európai multiadót, hogy ne lehessen kikerülni az adófizetést, hogy mindenki igazságos és tisztességes adót fizessen az Európai Unióban. Az ebből befolyó pénzből pedig lehet finanszírozni az európai családi pótlékot, az európai minimálbért és az európai minimálnyugdíjat. Most már az Európai Parlament is kimondta azt, amit mi már évek óta mondunk. Súlyos milliárdokkal károsítják meg nem csak az európai, hanem a magyar állampolgárokat is ezek a szabályok, amelyeket az Orbán kormány bevezetett. Ezért van szükség Európai Egyesült Államokra. Azért, hogy közösen tudjunk fellépni. Hogy ne egy-egy kis ország próbáljon érdeket érvényesíteni, vagy ne adj Isten, hogyha rossz kormánya van, akkor szolgálja ki elvtelenül a multinacionális cégeket, hanem közösen 500 millió állampolgárral együtt tudjunk fellépni a nagy adóelkerülőkkel szemben. Érthető is, hogy a Fidesz erősen támadja az Európai Egyesült Államok tervét, hiszen minden érdekükkel, mutyizásukkal ez bizony szembe megy. És ha megengednek, akkor még egy kis érdekességet, hogy bár a magyar sajtóban végigment, hogy a fideszes képviselők is megszavazták ezt a tervet, azonban mikor rájöttek, hogy az Európai Parlament javaslata többek között európai pénzügyi rendőrséget javasol, többek között a független oknyomozó újságírás európai szintű támogatását javasolja, hogy a nemzetközi pénzügyi csalások ellen ne csak az Európai Unió szintjén, hanem globálisan az ENSZ keretein belül is lépjenek fel, ezek után a fideszes Európa parlamenti képviselők túlnyomó többsége visszafutott az ülésterembe és módosította a szavazatát, és végül nem szavazták meg, gondolom egy kicsit késve kaptak utasítást a pártközpontból. Márpedig a magyarok érdeke, az európai magyarok érdeke az az, hogy Magyarországon ne lehessen multiparadicsomot működtetni, hogy Magyarországon ne lehessen adót csalni és adót kikerülni, hanem mindenki tisztességesen és egységesen adózzon. Köszönöm szépen!